tolyak nem fogják, kell hinni. Ez a táblával mentem ki tegnap a Black Lives Matter tüntetésre. Nézzétek meg, mit csinált belőle az Euronews. A rasszizmusnak nincs hely a világban. De várjál csak, ezek után még hisztérikus rohamot kapva rám vetette magát egy az erőviszonyokat szemtelenül ignoráló hölgy a kirekesztő üzenetem miatt. Miután a táblát sokadik próbálkozásra sem sikerült elvennie, egy fekete srác szólt neki, hogy a véleményszabadságra mindenkinek joga van. Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a Beszélgessünk őszintén immáron 6. részében, ahol Ecsenyi Áron, a Le az adók 75%-ával párt elnöke a vendégem a mai nap, akinek volt egy nem is olyan régen érdekes incidense az egyik igen nagy szerkesztőséggel rendelkező újságnál, ami hát ma már nem dicsekedhet ekkora nagy számmal, viszont úgy gondolom, hogy az ő szájába az ő elmondása szerint az ő elmondása már sokkal hitelesebb lesz. Köszöntelek téged, Áron, sok szeretettel. Kérlek, mesélj arról, hogy hogy volt ez az incidens az Index szerkesztőségében. Sziasztok! Úgy történt, hogy én bementem még az Indexhez, még így a nyár után. Az a célja, hogy legyen végre libertárius hangok is szólaljanak meg az Index szerkesztőségében, mert eredetileg én úgy láttam, hogy ebben elég hiányát szenvedett, tehát eléggé ilyen államelvű, paternalista, baloldali irányban volt a korábbi szerkesztőség. Na most ezek a cikkek, amelyeket én megjelentettem, azok részben utaltak erre az ideológiára. Nem voltak, úgymond, teljesen értéksemlegesek a fogalomhasználat. Tehát például simán szocialistának hívtam azokat a programokat, ahol erőszakos állami beavatkozás történik, adókemelése, állami szolgáltatásoknak a növelése, stb. Tehát ha ilyen cikkek voltak, akkor én, vagy ilyen témák Biden kapcsán, Trump kapcsán, akár a magyar politikai életben a ingyenes vírustesztelés, vagy bármi, akkor én a szóhasználatomban utaltam arra, hogy igen, ezek egyfajta állami paternalizmust testesítenek meg, és nem feltétlenül találkoznak azok az értékekkel, amit úgymond a klasszikus liberális nézetek képviselnek. Tehát, hogy legyen meg a polgárpiaci szabadsága. És ha meg arról volt szó, hogy milyen hátrányai vannak a demokráciának, a szabad piaccal szemben, akkor örömmel írtam róla ilyen tudományos ismeretterjesztő cikkeket, és alapvetően én azt láttam eleinte, hogy tetszik a szerkesztőségnek az, hogy én színesen állok ez, tehát sok helyről közelítem meg, és nem propagandaszerűen tolom ezeket, hanem általában mindig tényadatokkal jöttem elő, és inkább a hírek megválogatásában volt elfogultságom, nem feltétlenül nem abban, hogy én most itt véleményt közöljek. Igen ám, ez azonban akkor lett kínos, amikor megtudták, hogy én egy libertárius pártnak az elnöke is, ennek a La 75-nek az elnöke is vagyok, és véleményem szerint erre a politikai nyomásra jelentették nekem, hogy akkor nem akarják velem együtt folytatni az együttműködést, mert hogy ha bármi egyéb olyan dolog lett volna, amit nehezményeztek volna, akkor egyrészt azt valószínűleg hamarabb, tehát akkor azt valószínűleg hamarabb jelezték volna, hogy nem tartanak igényt az együttműködésemre, másrészt meg azért csak furcsa az, hogy pont aznap, amikor ez téma volt, akkor jelezték nekem. És igazából konkrét indoklás nem is volt, sőt, maga a főszerkesztő helyettes is azt mondta, hogy szakmailag, a stílusommal, stb. Nagyon meg volt elégedve. Tehát szakmailag téged elismertek, viszont valamilyen szinten ideológiai alapon, meg pártovatartozás miatt nem szerettek volna veled együtt dolgozni a jövőben, ezt jól értem? Igen. Tehát nem elég az, hogy volt az ideológiai nézetem, hanem az, hogy én ezt egy pártpolitikai akció keretében csinálom, legalábbis ez szűrődött le nekik, ezt egy kockázatosnak élték meg. Tehát, hogy odáig, hogyha ez nem derült ma ki, szerintem
hogy én elnöke vagyok ennek a mozgalomnak, akkor szerintem maradhattam volna. Ez egyébként számomra azért érdekes, mert én is egyébként olvastam régebben sokkal többet, most már kevésbé az Indexet, és én mindig valamilyen szinten egy ellenzéki hangnemet éreztem benne, valamikor egyébként jogosan, és valóban tényszerű adatokkal alátámasztva írták a cikkeiket, de mindig benne volt, és tényleg ezt a cikkek 80-90%-ára tudom érteni, hogy mindig benne volt egy ilyen inkább baloldali hangvételű, de mindenképpen ellenzéki hangsúly a cikkekben. Tehát, ha jól értem, te is ezt valamilyen szinten, te is valamilyen szinten azonosultál vele, viszont egy időben kritizáltad a jelenlegi és még akkori ellenzéket is, amilyen alternatívát, vagy pontosabban, hogyha alternatíva nélkül próbáltak ugye elpolitizálni. Nem, abszolút nem gondolom, hogy... Tehát alapvetően mi nem belézünk ki pártként definiáljuk munkat, nem is vagyunk ellenzékben a parlamentben. A libertarizmus alapvetően kritikus minden állami újraelosztással, szocialista szolgáltatásokkal szemben. Alapvetően tehát piacpárti és szembe megy a szociáldemokrácia elveivel, tehát azzal az elvekkel, hogy két bárány és egy farkas közösen döntsön arról, hogy mi legyen este a vacsora. Tehát a libertarizmus alapvetően kritikus minden ilyen mozgalommal szemben, úgy gondolja, hogy ezek fenntarthatatlanok, és alapvetően lobby érdekeket szolgálnak ki. Tehát a kritika az pont inkább ilyen társadalmi kritika volt, hanem sőt, egyetlen egy szóval sem említettem meg soha az alatt a rövid időt, amíg ott voltam, egyetlen egy pártot sem kritikai szempontból. Közleményeket hoztam le tőlük, és azok az ő állításaik voltak. És az Index szerkesztőséget törekedett is arra, hogy minden oldalról próbáljunk meg közleményeket lehozni. A saját pártomtól amúgy nem hoztam le közleményt, tehát a 75-ön nem is jelent meg. Szóval nem, abszolút nem gondolom, hogy itt bárkibe is beleszálltam volna, nem ez volt, hanem az, hogy ők ezt így felmérték. És szerintem hibásan mérték fel, hogy én rájuk nézek, kockázatos lennék. Főleg úgy, hogy jelenleg az én pártevékenységem nincs a média érdeklődésében. Részben úgy szándékosan is a média részéről, de azon, hogy ez részletkérdés, de én úgy gondolom, hogy ez nem volt velem szemben fair. Ez a döntés is túl volt, tehát hogy túl gondolták. Gondolom azért is, mert hogy most volt ugye ez a botrány, és akkor, hogy hát botrány, kinek mi a botrány, én úgy gondolom, hogy amúgy megvoltak azok a szakmai szempontok, amik alapján a Dulce Bolcsot eltávolították. Én erre rá is akartam, bocsánat, kérdezni, hogy erről mi a véleményed, hogy azért hallhattunk mindenféle hírportáloktól, meg közéleti személyiségektől eltérő kijelentéseket, hogy most ez mennyire volt egyébként kormányközeli vagy szakmai döntés. Nyilván volt egy közeg, akik a Szabolcsal együtt mentek, voltak, akik maradtak. Tehát te, aki azért valamilyen szinten ezt jobban átláttad, mit gondolsz erről? Én úgy láttam, hogy a Szabolcs nem volt a szakmai csúcsán. Tehát, hogy túlságosan belevitte a véleményét. Az Indexnek a forgalma az utóbbi időszakban amúgy csökkent is alatta, tehát már alatta elkezdett csökkenni. És tulajdonképpen azt mondom, hogy az újságírásnak az egyik legfontosabb része az, hogy próbáljunk meg higgadtan távol maradni a pártpolitizást, azt ők valamelyest nem nagyon akarták testeni. Nem gondolom, hogy csak a Fideszbe szálltak volna bele, de amúgy a Fideszt az eléggé, tehát eléggé ugyebár az ellenzék szekértáborra teljesítették, és ugyebár annak az ellenzéknek, aminek amúgy alapvetően nincsen alternatívája, tehát igazából nem alternatívája a kormánynak, de azt, hogy nagyon szerették az Indexnél azt, hogy a minden szempontból kritikusan álljanak hozzájuk, és a kifejezetten úgymond ellenségesen. Tehát ez amúgy azért is meglepő, hogy ők azt mondták magukról, hogy függetlenek, és hogy ezzel a függetlenség sérül, hogy a Dulce Bolcs el lett távolítani. Úgy gondolom, hogy pont az ellenkezője történt. Dulce Bolcs nem volt független, és ezért lett eltávolítva, és most függetlenebb lett
Annak ellenére, hogy persze mondom, hogy engem nyilvánvalóan politikai okok közrejátszása miatt is eltávolítottak, de hát ezt gondolom azért, mert attól tartottak, hogy pont a függetlenségük iránt fog csorba esni. Tehát, hogy én nem haragszom rájuk, persze van egy ilyen keserű szájíz, tehát azért én nagyon szerettem ott dolgozni, szerintem az egy kifejezetten jó munka az újságírás, és jó csapat is van ott, tehát, hogy sajnálom, hogy így történt. Hát én is, tehát ahogy mondtad, neked már van egy idézőjeles másik alternatívád, egy másik elfoglaltságod. Le az adók 75%-ával. Azért tetszik nekem ez az egész projekt, az egész párt, mert már maga a nevében egyébként elég sok mindent elmond, eléggé konkretizálja szerintem a célokat, a konkrét célt, amit ugye el akar élni a közösség. Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Ez egy brand név, alapvetően a libertáris elveket képviseljük, és meg kell választanunk azt a nevet, ami leginkább megszólítja az embereket, és leginkább adekvátá teszi az üzenetünket. Tehát az, hogy libertárius az a legtöbb embernek, szerintem akik majd ezt a videót hallgatni fogják, azoknak sem mond semmit, sajnos. És ezért úgy gondoltuk jobbnak, lehet, hogy amúgy tévedtünk ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen nevet választunk. Tehát, hogy egy kicsit ilyen populistában hangzó nevet. Tehát sok-sok kritika ér miatt minket, hogy ez a nevünk. A költségvetésben amúgy egyértelműen fedi a céljainkat, tehát mi ténylegesen is már az első 4 évben, hát jó, nem a 75%-át akarjuk a költségvetésnek felszámolni, de hát ezt nem is mondtuk, hogy elkövetkező 4 évben számolnak fel, de körülbelül olyan 6000 milliárd forintnyi adót hagynánk a háztartásoknál, illetve hát a vállalatoknál, tehát ugyebár ez a kettő összefügg, mert neki tudja, hogy a vállalatok adóit a legtöbbször a fogyasztók fizetik meg, tehát hogy de itt most nem akarok belemenni a szakpolitikai kérdésekbe. A lényeg az, hogy kb. 6000 milliárd forint lennek a befizetése lenne kvázi opcionális. Ezt úgy oldanánk meg egy csomó közbeszerzési, kulturális, sport, vallások, pártok, alapítványoknak juttatott támogatást. Egyikben a fogyasztóra bíznánk, hogy ők ezeket akarják-e finanszírozni, vagy sem. Tehát alapvetően egy olyan részt, illetve igen, nem említettem, hogy igen, szeretnénk azt is, hogy alapvetően a nyugdíjaknak a finanszírozást, tehát a nyugdíjbiztosítás és piaci alapon legyen, és ne állami nyugdíjkasszába helyezzék a pénzüket az emberek, tehát hogy erre alapvetően lehetőséget adnánk, hogy kiiratkoznak az állami nyugdíjrendszerből, és ugyanígy az egészségügyi szolgáltatásnál is, tehát a járóbeteg ellátásnak a nagy részét, ahogy Hongkongban vagy Dél-Koreában, azt mondom, 100% is prioritizálva van, azt szeretnénk azt, hogy szabadpiaci verseny alapon történjen, és ne adókkal finanszírozzuk. Tehát hogyha ezeket az összes tételt összeadjuk, akkor körülbelül kijön az, hogy a 6000 milliárd forinttal többet hagyhatnánk a háztartásoknál, ez átlagosan már akár 130 ezer forinttal is növelné a reál béreket. Na, hát a mögött van szépen háttérmunka, ez nyilván egy kidolgozott alternatíva mindenféleképpen. Egyébként meg is akartam azt mindenképpen említeni, hogy mennyire szomorú az, hogy a most jelenlegi ellenzéki parlamenti képviselettel rendelkező pártoknál mennyire hiányzik már hónapok, évek óta az az alternatíva, amit egyébként normális körülmények között intelligensen tudnának a választóik, vagy maga az egész magyar társadalom felé kommunikálni. Ez hatalmas nagy hiánycikk a politikában, és annyira pozitívan hatott, amikor ugye megláttam a munkásságodat, aztán elkezdtünk beszélgetni, hogy tényleg ti akármennyire is próbáljátok magatokat, vagyis hát pontosabban írjátok le magatokat libertáriusként, amiről majd utána beszélünk is, hogy mit is jelent pontosan a te szavaiddal ez a tulajdonság, ez az ideológia. Viszont nekem annyira pozitívan jött le maga a tény, hogy ti tényleg
háttérmunkában kidolgozzátok azokat a jelen esetben a gazdasági és belügyet tekintő intézkedéseket, ami lehet egy alternatíva. Tehát amikor 4 évente az a bizonyos magyar választópolgár elmegy a választásokra, és bemegy a fülkébe, behúzza a függönyt, akkor tudja azt, hogy a ti pártotok ezt képviseli, ezt tudja biztosítani, ez lesz az intézkedése, hogyha nyilván megkapja azt a támogatási százalékot, ami ehhez kell. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív, én úgy gondolom. Mondtad azt, meg is jegyezted, hogy nagyon sokan nem fogják tudni ezt az ideológiai beállítottságot, hogyha fogalmazhatok így, hova tenni. Libertárius, mit jelent ez pontosan? Hát egyfajta jobboldali liberalizmus, tehát azt képviseli, azt az annak a morális alapvetésen nyugszik, hogy az ember alapvetően szabad, és hogy ezt a szabadságát kell neki, az embereknek, a családoknak, illetve a nemzetnek megadni. Tehát minél inkább független legyen a globális, vagy az állami, vagy a központosító tevékenységektől. Tehát ez már az amerikai forradalom alatt, és sőt, igazából már az angol polgári forradalom alatt is egy jelentős irányzat volt, és ők abban látták a megoldást, ezek az emberek, ezek a filozófusok, vagy akkori forradalmárok, hogy az alapvetően a legtöbb probléma forrása a társadalomban az önkény, tehát a központi hatalomnak az önkénye, és ezt kell minél kisebbre csökkenteni, és minél nagyobb piaci szabadságot hajtani. Tehát, hogy az emberek adóztatás révén, az állami szabályozások révén, stb. Mind-mind-mind olyan minimális korlátok közé szoruljanak, ami működteti a piacot, és fenntartja a társadalomnak az alapvető működési szerkezetét. Ezzel szemben van ugyebár a szocialista megfontolás, ami minél inkább az állami tervgazdasággal alá akarja rendelni az egyént, minél inkább be akarja tagozni a társadalomba, egyenlősíteni akar, és olyan polgárokat akar, akik a kvázi az állami önkénynek engedelmes teljesítői. Persze ez egy elnagyolt kép, és ettől cizelláltabbak az ideológiák, de ez egy nagyon fontos különbség, hogy alapvetően számunkra a törésvonalot húzódik meg, hogy valakit kényszerítenek valamire, vagy hogy önkéntesen csinálja. Tehát számunkra a morálnak az alapja az, hogy azt nem lehet kényszeríteni. Tehát, hogy a morálnak önkéntesnek kell lennie. Ugyanígy a szegényeknek a támogatásának is. És minden olyan szolidáris intézménynek, amit támogatni akarunk, az mind a mi önkéntes belátásunk alapján történjen meg is, ne kényszerítés alapján. Volt a te pártodnak már eddigi tevékenysége kisebb sikerei is az elmúlt időszakban, erről tudnál pár szót mondani? Volt olyan esemény, amikor bementem a parlamentbe, és felmatricáztam a falat a adóztatás helyett biztosítások címszóval. Ez nagyon nehezen, de sikerült a médiába behozni, és akkor híre is ment az eseménynek, akkor kezdtük el igazából szervezni a pártot. Volt olyan eset is, amikor a kijárási korlátozások és a rémhíterjesztési törvény ellen szólaltam fel. Mi alapvetően úgy látjuk, hogy ebben is túlságosan messzire mentek az államszervezetek. Utólag ezt amúgy most már a WHO is elismeri, és amúgy a legtöbb kutatóintézet, hogy a kiárási korlátozásokra rendkívül sok problémát eredményeztek a társadalomban. Akkoriban, amikor ez volt, ez márciusban, akkora volt a pánik, hogy nem törődtek vele. Tehát igazából idáig kvázi egyik akcióm sem került be a top média csatornákba. Lehet, hogy sokan nem is hallottak ezekről.
Pedig én úgy gondolom, hogy ha a média lehozza, akkor nyilvánvalóan sok embert érdekel volna. Tehát volt olyan is, amikor a NAV-nak a bilétáját címkéztük fel, hogy ez egy korrupció finanszírozási hivatal. Tehát az adóztatást, ebben látjuk a korrupció okát. Tehát nincs olyan, hogy adóztatsz, és az alapján létrehozott szubvenciók, intézmények, azok nem korruptak. Tehát az a kettő összefügg. Értem. Igazából én úgy gondolom, hogy minden, akár politikai, akár bármilyen sport, bármilyen közösségnek, szervezetnek fontos az, hogy legyen egy kemény magja, ami nyilván minél jobb, hogyha nagyobb számban határozható meg. Jelenleg hogy épül föl a ti közösségetek? Most nem számokról szeretnék dobálózni, mert mindenki szereti úgymond kitenni, akár közösség oldalakra, vagy másmilyen formában, hogy na mi ennyien vagyunk, na mi ennyit lájkot kaptunk. Én erre nagyon allergiás vagyok, és szerintem nem ez a fő célja egy szervezetnek vagy pártnak, hogy most mennyi lájkot, mennyi megosztást kap, hanem úgy gondolom, hogy az emberi minőség az, és az elkötelezettség az, ami valóban megadhatja egy közösségnek, és egy nyilván abból tovább menve egy bizonyos célnak a löketet, és annak a sikerességét, hogy kik alkotják azt a bizonyos közösséget. A ti pártotok milyen korosztályból és milyen beállítottságú emberekből áll? Alapvetően 25-35 év közötti férfiak, a fő érdeklődők, a legaktívabb tagok. Amúgy alapvetően a politika iránt férfiak érdeklődnek, tehát ez, hogyha csak ide akarok szúrni itt a női kvótával kapcsolatban egy ilyen fricskát. Az aktív dolgozó réteg, tehát az, akik leginkább megszólíthatóak. Jelenleg amúgy 400 valamennyien vagyunk a Libertarius Párt Fórumban, tehát ez egy igazából egy abból a szempontból, mint közösség, ez semmi. Tehát ezt, hogyha számokról kell beszélnünk, akkor abban a szempontból ez nem tűnik olyan vonzónak, hogy hát ugyebár média felületünk nincsen, ahhoz képest ez amúgy ugyan nem rossz, de a legtöbb ember, hogyha meghallja ezt, hogy ez pár száz emberből áll jelenleg, és semmi média felületük nincsen, hogy ezt a üzenetüket tovább terjesszik, akkor nagyon sok ember úgy van vele, hogy akkor ő most minek foglalkozzon vele, hiszen más nem foglalkozik vele, tehát ez egy ördögi kör. Szóval számok tekintetén én nem vagyok elégedett, ellenben a csoportnak az aktivitása alapján én azt láttam, hogy nagyon is lelkesek az emberek, tehát nagyon sok az aktív tag a 400 tagon belül, nagyon sok más közösségben, ahogy elnézem, több tízezer tagú közösségeket hoznak létre Facebookon, és majdnem ugyanazt azt az engagementet produkálják. Tehát egyszerűen nem vonza az embereket a lejárt karaktereknek a mantrái, amelyeket ismételgetnek már kvázi 30 éve. Én úgy látom, hogy alapvetően van bennünk potenciál, csak még jelenleg ezt a potenciált nem tudtuk megmutatni. Másik, ami számomra egy megnyugtató tény, hogy készítettünk több közönkutatást is. Volt olyan, ahol 60%-os eredményt értünk, és volt, ahol 45%-os eredményt ért el a támogatottságunk, a látás támogatottságunk. Tehát amikor így random embereket, persze, megpróbáltuk a random mintát egyfajta úgy elkészíteni, hogy tudtuk, hogy viszonylag reprezentatívan tükrözi a társadalomnak a szavazóbázisát. Tehát olyan fórumokat kerestünk, ahol ezt így válogattuk össze. Ott 45% mondta azt, hogy inkább ránk szavazna, mint bármelyik másik pártra. Tehát ez volt a legutóbbi közönkutatásunk, amúgy több mint fél éve volt már, februárban. És én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges üzenetünknek köszönhető. Tehát nem azért, mert annyira megértették volna a libertarizmusnak az üzenetét, hanem a legtöbb embert
tény és való, az motiválja, hogy mennyi pénzt vihet haza. És ebben az üzenetünkben szerintem profi. Ezért is lenne jó, hogyha a közénkutatók elvégeznék a megbízási díjaink fejében a közénkutatásokat, és lehoznák az újságok. Jelenleg ott tartunk, hogy a közvéleménykutatók, például Závec és a Medián visszautasították, tehát pénz fejében sem vállalták, más közvéleménykutatók pedig válaszra sem méltattak, vagy ígérgették, hogy majd küldik a szerződést, és azóta sem küldik, tehát hogy én azt látom, hogy a közvéleménykutatóink itt Magyarországon nem függetlenek. Tehát az az állítás, hogy ők függetlenül készítenének kutatásokat, ez egyszerűen nem igaz. Vagy ha pénzért sem vállalnak közvéleménykutatást, mert nyilvánvalóan azért félnek, hogy később eltűnnek azok a megbízói szerződések, amelyek révén ők most életben vannak tartva. Hát igen, ebben egyet tudok érteni, tehát mindegyik közvéleménykutató cég, még ha meg is nézzük részletesen, mindegyik valamilyen pártalapítványhoz köthető, mint finanszírozó bázis. Hát sajnos ez így működik, viszont én úgy gondolom, hogyha tényleg ennyire elkötelezettek vagytok a céljaitok iránt, és ezt tényleg alternatívaként próbáljátok kommunikálni, én úgy gondolom, hogy meg fog adatni az a lehetőség, hogy akár egy nagyobb olvasottságú hírportál, vagy akár egy média szereplés megadasson, mert úgy gondolom, hogy tényleg, hogyha az emberek valamire tudnak szavazni, valamit tudnak támogatni, nem valami ellen kell, hogy voksoljanak, az mindenképpen építő jellegű a társadalom működésében, és bízom abban, hogy egyébként tudják minél többen ezt az opciót támogatni. Még egy nagyon rövid kérdésem lenne, hiszen láttam több kommentben, így jelen voltál az SFE egyetemistáknak a tüntetésével kapcsolatban. Sok kommentem és posztom is jelent meg a pártunk oldalán, vagy egyéb közösségi média felületeken, és ott én egyértelműen azon az állásponton voltam, hogy sajnos itt semmilyen szinten nem nincs szó a valódi szabadságról. Tehát az nem szabadság, amikor emberek azért tüntetnek, hogy mások adójából szerzett források felett ők diszponáljanak. Tehát igazából ezek erről szól ez a húzavona, és hát az gondolom nem kell magyarázni, hogy amikor az egyik fél kényszerítve van, tehát adóznia kell, akkor a másik fél nem beszélhet szabadságról. Tehát az más szóval kéne illetni a programjukat, de az nem szabadság, hanem források autonóm eloszlása adófizetőktől származó. És ugye a libertés ezzel nem ért egyet. Tehát a libertés úgy gondolja, hogy azt ne ők döntsék el, akik finanszírozottak, hanem a finanszírozóik döntsék el. Tehát nem azt mondjuk, hogy ne legyen szükség sportklubok, színházak, vagy akár közmédia finanszírozására, hanem azt mondjuk, hogy azok döntsenek ezeknek a finanszírozásáról, akik konkrétan a pénzt adják. És jelenleg, akik ezeket a pénzt adják, semmilyen szinten nem döntenek, mert az állam elszedi tőlük, és aztán ezekre a lobby érdekekre fordítja a forrásokat. Tehát, hogy számunkra ez az egész SFE ügy média által felfújt lobbyharc, semmi egyéb. Ebben egyet tudok érteni, és hát reméljük, hogy ezek a vergődések hamarosan véget érnek, ha meg tényleg nem tudnak belenyugodni, akkor ott vannak a magánegyetemek, amik valószínűleg másképp funkcionálnak. Áron, én megköszönöm neked azt, hogy eljöttél, és hogy a kérdéseimre válaszoltál. Én úgy gondolom, hogy egy eléggé tartalmas beszélgetést tudtunk itt lefolytatni, sok mindent megtudtunk a pártodról, a közösségedről és az Index szerkesztőségében történt dolgokról. Úgyhogy én ezúttal kívánok neked nagyon sok sikert a továbbiakban, hogy tényleg ezt az alternatíva megjelenítő stílust, ezt mindenképpen tartsátok meg, én ezt kívánom, és tényleg sok támogatót, sikeres munkát kívánok neked. Köszönöm a lehetőséget.